Doğru ya, sen o stok. Yooo, gerekecek. Hayır, dün gece uyuyor video. Oz, herkes dün gece uyuyor video. Hayır, dün gece uyuyor video. Oz, ez jó volt, ez jó bemutat kuzás. Üdvözlet mindenkinek, sziasztok! A fiataloknak mindig a dráma, és a vita és a veszekedés kell, Facebookos like pohár, csak hogy vagány legyek. Az a baj, hogy a fiatalok azt szeretik, ha ordítoznak, veszekednek, dobálóznak, rúgdalóznak, minél kiakasztóbb videó készül, annél kíváncsibbak, annél érdekesebbnek tartják egy adott személy videóit, vagy akár az embert, és ezáltal nekik ez jobban bejön, mint az, hogy itt ülsz és beszélsz. Azért jó a dráma szerintük, mert ez őket felfokozza, tehát éhesebbek lesznek még jobban arra, hogy csak a dráma. És ezt megkedvelik, és úgy döntenek, hogy ez kell. Tehát ezt tartják előtérben, az életben történő dolgok meg nem számítak. Tehát kit érdekelnek a nagy dolgok az életben, csak azt számít, hogy dráma van, veszekedés, ordítozás, cirkusz van, és ó, micsoda cirkusz, hú, ez azt mondta, az azt mondta, az fejbe dobta, az ledobta, az elesett, az fejreállt, az mindent megcsinál, ha pénzt küldesz. Küldjünk neki pénzt, mert ő úgyis azt akarja, mert pénzét csinálja, és akkor valaki meg azt mondja, hogy nem pénzét csinálja, nem, hát ő nem a pénz, mindenki a pénzért csinálja. Nem? Tehát mindenkinek kell a pénz. Mindenki pénzért csinálja ma már a dolgokat. Tehát elmész dolgozni, pénzt kapsz. Tehát ingyen nem fogsz egy gyárba, vagy egy bármilyen helyen dolgozni, mert neked nem kell a pénz. Tehát akkor a baromság lesz, hogy valaki videózik, és mi az, hogy ő pénzt keres a videózásból, meg nincs munkahelyed, meg egyebek. Tehát hogy miért ne lenne? Tehát mindenkinek van munkahelye. Tehát dolgozol folyamatosan. Sőt, van, aki a videózásból él meg, mert neki az a munkahelye. Ahogy én úgy vagyok vele, hogy én csinálom a videózást, mert szeretem, mert élvezem. És remélhetőleg beindulnak a dolgok. De amúgy visszatérve erre a drámára, YouTube dráma, tehát viták, háborúk, az mindig kell. És erre éhezik a nép. Ez kell nekik, mert ezt élvezik. Közben a Depi beleugat a témába. És ennyi. Én azt gondolom, hogy mindig előtérbe teszik azt, amit nem kellene. Na ennyit szerettem volna, ha van valami véleményed, írd le. Szevasztok!